Idén is megszervezte a Karcagi Nagykun Református Gimnázium az iskola legfiatalabb tanulói számára a gólyanapokat. A programsorozat keretein belül sor került a gólyaestre, ahol vicces, tréfás és vidám módon avatták fel a diákokat. A gólyanapokon 3 napon át különféle feladatokat kellett végrehajtani a Nagykun refi legfiatalabb tanulóinak. Az egyik feladat az volt, hogy be kellett öltözniük különféle jelmezekbe a diákoknak. Voltak szakácsok, varázslók, de barbik és kenek is. A gólyanapok csúcsrendezvénye a gólyaest volt, melyet a Dirini Kulturális Központban rendeztek meg, amely során a 9-eseknek le kellett tenniük a gólyaesküt. Bal kezetekkel fogjátok meg a jobb fületeket, a jobb kezeteket tegyétek csípőre, és ismételjétek utánam a következő szöveget. Én 9-es kis gólya fogadom. Én 9-es kis gólya fogadom. Hogy a mai nappal megváltozom. És a következő pontok szerint fogok élni. Az iskolát nagy évben elkerülöm. Tanáraimat nem veszem észre. Tanáraimat nem veszem észre. Ha mégis, nem köszönök nekik. Ha mégis, nem köszönök nekik. Felsőbb éves társaimnak nem köszönök. Felsőbb éves társaimnak nem köszönök. Füzeteimet, könyveimet. Rendszeresen otthon hagyom. Rendszeresen otthon hagyom. Élősködő életmódot folytatok. Élősködő életmódot folytatok. A szomszédom fornetjét illetően. A szomszédom fornetjét illetően. Fél évkor legalább egy tantárgyból megbukom. Fél évkor legalább egy tantárgyból megbukom. Évvégén akár többből is. Tantermünket átalakítom. Tantermünket átalakítom. Egy bizonyos házi állat lakosztályává. Egy bizonyos házi állat lakosztályává. Osztálykirándulásokon a múzeumokat nagy évben elkerülöm. Osztálykirándulásokon a múzeumokat nagy évben elkerülöm. A kocsma jobb jelszóval. A kocsma jobb jelszóval. Az évnyitót és évzárót. Saját érdekemben nem látogatom. Saját érdekemben nem látogatom. Közkedvelt madár a gólya. Közkedvelt madár a gólya. De nem annyira, hogy jövőre is az legyek. De nem annyira, hogy jövőre is az legyek. Épp ezért mindezek az ellenkezőjét fogadom. Épp ezért mindezek ellenkezőjét fogadom. Az esküt követően a 10-es tanulók nagyon vidám műsorokkal fogadták maguk közé a legfiatalabbakat. A záró rendezvényre a gimnázium tornatermében került sor, ahol a kedves szülők és felsőbb évfolyamos tanulók megtekinthették a gólyatáborban megtanult gólyatáncot és az osztályok által választott osztálytáncot. Ezt a szülők által szervezett vendéglátás, valamint ezzel párhuzamosan diszkó zárta, amit az iskola végzős tanulói rendeztek.